A munkahelyteremtés érdekében továbbra is a külföldi beruházások és a friss tőke ide vonzására kell összpontosítani. A kivitel növelése ugyancsak jelentős. A gazdaság fellendülésével a vállalatoknak több dolgozóra lesz szükségük. A kormány továbbra is anyagi támogatásban részesíti azokat a munkaadókat, akik új munkahelyeket nyitnak. A kormány jóvá hagyta a fejletlen vidékek anyagi támogatásáról szóló tervet is. Az érintett térségek bizonyos költségvetési eszközök felhasználására jogosultak. Módosul a kőolajszármazékokra kirótt jövedéki adókról szóló törvény is, mellyel megszüntetik a kétféle adóztatási rendszert. Így a jövőben valamennyi üzemanyagra egységes adót vetnek ki.